az lecsó itt, az, hogy ez lecsót főz, ne hülyeskedjétek már. Akkor látom, ott mutatok ilyen nagy pár kakastöke van. Lecsó alatt. Kakastökét ott a Mikusék. Ezek az alapanyagok. Igen. Miért ezt találtátok ki? Melyet még nem ettünk. Két évtizede főzik a kiváló pörköltet a Dunaparti községben, Dunabogdányban. A Dunabogdányi Németekért Közalapítvány június végi rendezvényén civil szervezetek és néhány magánszemély is nevez étel különlegességével, idén egy csavar is szerepelt a kiírásban, a szervezők arra ösztönözték az indulókat, hogy kreativitásukat is bátrabban belevigyék a főzésbe. Így születtek meg az idei ételremekek. Viszont megállni tilos. Megállni is, igen, várakozni tilos. De alapanyag innen van, falu határain belül. Gombák meg a vaddisznó a pilisből, és a zöldségek pedig innen a kertekben. És milyen gombák? Gomba van benne? Varganya van benne, rókagomba és szexű gomba. Ez is pilisi vaddisznó? Igen, ezt itt lőtték. Hát úgy látom, hogy jó sűrű lett. Jó sűrű. Ami erre terveztük. És ez a... Strapacska. Strapacska? Igen. Ráadásul nem is egyszerű azért ilyen nomád körülmények között ilyet bevállalni. Az azért... Először azt hittem, hogy a 6 kg krumpli leresszeléssel rossz, de... De ezt így tartani se jó. Rudolf Feribá a sváb hagyományt követve Bogdányi Kecskegida pörköltjével várta a közönséget. A Dunaagni Táncgruppe csülkös pacalt főzött, a Hegylakók Egyesülete szürke szarvasmarhából készített pörköltet, a fakult vaddisznó pörköltjét erdei gombával vadította, a Dunakanyar Barbecue csapata szintén vadat vagdalt, vaddisznó pörköltjét jutúros trapacskával tálalta. Lőrinc Miklós kakashere pörköltjét forró velőben mártotta meg, míg a kertbarátok szárnyas remekkel, nokedlis csirkepörkölttel domborítottak, csak úgy, mint Heim Ferenc, aki régi bogdányi esküvők éjféli ételét, a csirkepaprikást idézte és igézte meg. Én egy dunabogdányi csirkepaprikást főztem. Régen az esküvőkön az volt a menüsor, hogy húsleves, utána a főtutat megették marhahússal, meg a csirkét megették tormával, utána jöttek a pecsenyetálak, volt még egy különlegesség, a rizskó, amit a péknél sütöttek, és utána jöttek a sütemények, és éjfélkor egy ilyen nagyon hosszú lével csináltak garuskával csirkepaprikást, ez ilyen szinte levesszerűen van megcsinálva, ez egy tejfölös paprikás, ez még tejfölre lesz fölengedve. És én ezt hagyományból a nagynanyám tiszteletére, aki 60 évig főzte az esküvőket, ennek annak a tiszteletére főzővé lesz. Az idei versenyt Heim Ferenc csirkepaprikása nyerte. Második helyen a Hegylakók szürke szarvasmarha remeke végzett, a harmadik helyezést a fakult erdei gombás vaddisznó pörköltje érte el. Az eseményen a Dunaagni táncgruppa is fellépett nemzetiségi táncaival, valamint lehetőség nyílt a kalóriák ledolgozására. A szomori fiúk éjfélig tartó báli hangulatot varázsoltak a dunabogdányi rendezvénytérre.